Magyarország és Rákosmente is rossz kezekben van. A rossz kormányzással a magyar gazdaságot a kormány meggyengítette és kiszolgáltatottá tette. A hatalom maga és az emberek közé kordont vont, és a magyar és magyar közé is mély árkokat ásott. 13 évnyi rossz fideszes kormányzás után egyértelmű, hogy az országnak és a 17. kerületnek is változásra van szüksége. Egy jobb vezetésre van szükség. Mi a Momentumban ország és Európa szerte? Az önkormányzatokban és az Európai Parlamentben egyaránt azon dolgozunk, hogy igazságos, emberközpontú és zöld Magyarországot építsünk. A holnap Magyarországát. A holnap Magyarországának megteremtéséhez pedig a helyi problémák valódi, fenntartható megoldására van szükség. Ezeken a helyi megoldásokon dolgozik már 4 éve több mint 100 Momentumos képviselő és több polgármester országszerte, akik végre elhozták az őszinte önkormányzatok korszakát, leváltva ezzel a hazugság évtizedeit a városokban és a falvakban. A holnap Magyarországához viszont a holnap vezetőire is szükség lesz. Gergely Bálint és egy ilyen vezető, aki készen áll az előtte álló munkára, mint a Momentum mozgalom polgármester jelöltje Rákos mentén a 2024-es önkormányzati választásokon. A hazugságokból és a hibákból nem csak az ország, de Rákos mente is tapasztalt eleget. Hiszem és tudom, hogy közösen egy olyan kerületet tudunk építeni, amit minden itt élő ember megérdemel. A fideszes vezetés kerületünkben átgondolatlanul próbál fejleszteni és elkölteni a Rákosmentiek vagyonát. Gombamód szaporodnak a lakótelepek, az útjaink túlterheltek, a közművek pedig összeomlanak. Az elkerülő utat rosszul tervezik, nem finanszírozzák rendesen, és közben a közösségi közlekedésre nem költenek. Napi több mint 1 millió forintot herdálnak el a pénznyelő Ríz Levente sportkomplexumra, míg a helyi családok csak minimális támogatást kapnak. A bölcsödék és óvodák pedig a bennük lévő pedagógusokkal együtt túlterheltek. A fideszes polgármester és alpolgármestere nem képesek érvényesíteni a kerületiek érdekeit. Mindenkivel szemben csak vagdalkoznak és ellenségeket gyűjtenek. Ezeket a problémákat nap mint nap mindannyian tapasztaljuk. Én is, hiszen születésem óta itt élek a 17. kerületben Rákos mentén. Új irányt mutatunk Rákos mentének egy kompetens vezetéssel, a lakosokkal együttműködve. Célunk egy kényelmes, zöld kerület létrehozása és az infrastruktúra fejlesztése. Közpénz pazarlás helyett a kerület költségvetésében a lakosok igényeire koncentrálunk. Vegyük újra Rákos menti kézbe a 17. kerületet, közösen. Tegyük egyenesbe Rákos mentét. Rákos mente megérdemli a változást. Megérdemeljük azt, hogy a kerületünk élhető, emberközpontú és zöld legyen. Dolgozzunk együtt ezért a Rákos mentéért. Sok sikert, Bálint! Köszönöm!